But the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Természetesen mindenkit, aki eljött hozzánk, aki eljött megnézni ezt a Betlehemet. Aki ott hátul van, megkérem, hogy esetleg fáradjon egy kicsit ide előre, ide a Betlehemhez, mert ezt is elértük, hogy több helyszínen zajlik majd a műsorunk. Praktikus okokból kifolyólag, mert eddig a fölnézőket nem sikerült látnunk, amikor körülálltuk, és ezért fönn színpadon fogják előadni. A programról megkérném majd az én beszédem után, megkérném Virág József Révárosulat, hogy néhány szóval erről a ünnepvárásról, erről a Betlehemről emlékezzen meg nekünk, és a megtenni áldja meg nekünk a Betlehemet, majd Csipeki Zsolt polgármester úr fog néhány sorban beszédet mondani nekünk, utána gyorsan én elmesélem az alapítvány munkáját, az éves munkánkat, amit itt szoktam számot adni mindenkinek. Utána pedig Cegvédbercei barátaink, a harmadik a osztály és a táncoló talpak fog nekünk műsort adni a színpadon a teás sátor után, tehát majd a színpadon. Én arra kérek mindenkit, hogy azt mondja teát, az idősebbek fogyasszanak forralkot, és utána a műsort nézzék meg. Legvégén a műsornak jön a meglepetés, tavaly előtt láthatták az Orbanáspont formációt, ők tűzvarázsról meg fogja mindenki látni, tavaly előtt nagy sikerünk volt, én ismét meghívtuk őket, reméljük, hogy mindenkinek tetszeni fog. Most pedig akkor Révárosról megkérném, hogy csak néhány szóval mondjon nekünk valamit erre a Betlehemről. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez az első, nem az első, a jelkegyújtás volt az első sorozat, amire nagyon megtisztelve éreztem magam, és örömmel fogadtam a meghívást, mint új plébános, katolikus közösségi lelkipásztor. Én nagyon meg vagyok tisztelve, ténylegesen, és örömmel jöttem, hogy ezt a
messze földön híres Betlehemet meglátogassam és együtt legyek ezzel a közösséggel. Igazából hoztam magammal valamit, nagyon ritkán írok le valamit, mert hogyha leírok, akkor már szinte meg is unom, mire végére érek. A gondolat nem annyira serkentő, és nagyon nehéz akkor szerintem élénken és eleven előadni, és kimondani azokat a szavakat, ha valaki felolvassa. De ma délután egy meghívást kaptam Pilisen egy családosok karácsonyára, amikor nagyon sok gyereknek ilyen kis csomagot készített egy egyesület, és annak az átadása történt. És amikor arra gondoltam, mit mondhatnék, akkor előrettem a kedvenc kis könyvemet, és találtam egy történetet, amely ezt kifejezi a lényeget. Úgyhogy ha megengedik, akkor ezzel kezdeném, ezt viszont felolvasnám, talán pontosabb lesz az idézet, és a szavak a helyükön maradnak. Egy idős ember minden karácsonyra rendesen megkapta a szép nagy csomagot a lányától, és mégis boldogtalan volt. Néhány nappal az idei ünnep előtt is beállított hozzá a postás. Miközben átnyújtott a nagy csomagot, elismerően megjegyezte, ez igen, gyönyörű karácsonyi ajándék lehet benne. Az öreg bácsit legyintett egyet letörteni, és azt mondta a postásnak, köszönöm, legyen csak az asztalra. A postás ezen nagyon meglepődött. Hát nem is örül neki, uram? Kérdezte. Valóban nem, válaszolta, és könyv szökött a szemébe. A lányom férhez ment egy gazdag férfihoz. Évente küld nekem egy meséscsomagot, és azt írja rá, hogy a lányoktól és a rejettől. De ezen túl egyetlen sort sem ír, és soha nem látogat meg. Egyetlen egy ünnepet sem töltöttem velük együtt. Jöjjön csak át a szomszédos szobába, mert mutatok magának valamit. A postás valóban belépett abba a másik szobába, és a felhalmozott csomagot láttam, értetlenül nézett az öreg bácsira. De hiszen maga föl sem mondotta még ezeket. A bácsi így szólt, így igaz, minek is szedtem volna, hiszen hiányzik belőlük a szív, a szeretet. Ezt mondta szomorúan, és amikor találkoztam ezekkel a gyerekekkel, ez az egyesülettel, egyszerű kis ajándékokkal, akkor arra gondoltam, hogy illik oda ez a történet, hiszen készülünk a karácsonyra, megépítjük a Betlehemet, megállunk és találkozunk a szeretőkkel, végig tudjuk nézni, végig tudjuk gondolni az ő helyüket, helyzetüket, mire gondolhattak azon az éjszakán, és elgondolkodunk, elemlékezünk azon, milyen volt az a szent éjszaka, amikor megszületett nekünk az üdvözítő Krisztus. Úgyhogy ezt szeretném kívánni mindannyiunknak és magamnak is, hogy ha adunk ajándékot, és lehet, hogy ez szó is, vagy egy gesztus, vagy egy ilyen alkalom, akkor figyeljünk a lényegre, hogy valóban a szívünk és a szeretetünk benne legyen. Biztos vagyok benne, hogy ebben a mai estében, a mai alkalomban és ebben az ünnepben ezt meg fogjuk tapasztalni. Ezt kívánom, kedves mindannyiunknak, így kívánok boldog szép karácsonyt, és aztán szép új évet. Az áldás pedig nem más, mint kérjük Isten végtelen gazdagságát, hogy töltsön el bennünket, legyen rajtunk az ő szent áldása, vagyis a kegyelem, Isten ajándék legyen velünk, hogy felismerjük őt, Krisztus, aki nekünk született, és megtapasztaljuk azt, hogy képesek vagyunk továbbadni azt, amit magunk is kapunk. Így áldjuk meg ezt a Betlehemet, és mindazokat, akik itt megállnak, és vágynak arra, hogy felismerjék Krisztust, aki mi nekünk a mi üdvösségünkre született. Mindenható Isten áldása legyen ezen a Betlehemen, és rajtunk, akik várva várjuk a karácsony szent ünnepét, szeretnénk a békesség és a szeretet eszközei lenni. Mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek az áldása szálljon ránk, és maradjon rajtunk mindenkor. Köszönöm szépen, hogy tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! A felkonferálással ellentétben nem szeretnék beszédet tartani, nincs itt a helye ennek. Ellenben egy nagyon kedves kötelességemnek szeretnék eleget tenni. Polgármesterként szeretném megköszönni az Aktív Szülők a Gyermekekért Alapítványnak a 2011-es évi munkáját. Az a helyzet, hogy a 2011-es év az egy nagyon nehéz év volt, és a 2012-es év sem mutatkozik könnyebbnek.
és higgyék el, nem mindennapi teljesítmény az, amit az aktív szülők nyújtottak Dán Szent Miklósnak, nyújtottak nekünk ebben az esztendőben. Úgyhogy mindannyiunk nevében szeretnék a következő időszakra is erőt, egészséget és kitartást kívánni az aktív szülők a gyermekekért alapítványnak. Önöket pedig arra biztatnám, hogy támogassák ennek az alapítványnak a munkáját, segítség a programjaik megvalósítását, azért, mert ezzel is több lesz a mi kis falunk. És a 2011-es évben az aktív szülők alapítvány nem csak Dán Szent Miklóson működött, hanem hírét vitte Dán Szent Miklósnak a környező településeken is, mi több jó hírét vitte. Egy nagy tapsal köszönjük meg nekik az egész éves munkájukat. És természetesen magam és Dán Szent Miklós önkormányzatának nevében áldott karácsonyt és boldog új évet kívánok valamennyiüknek. Nagyon szépen köszönjük az elismerő szavakat, ezt szerintem mindannyiunknak terekséget hozott a szívébe, tehát ilyenkor tényleg kicsit elérzékenyünk, kicsit meghitté válik a hangulatunk, tényleg nagyon készültünk erre, ahogy elmondta polgármester úr, igaz, hogy nehéz időket éltünk 2011-ben, de azért úgy gondoljuk, hogy minden programunk teljesült. Természetesen vannak olyan programjaink, amik nem csak a gyerekeknek szólnak, hiszen próbálunk egy kicsit bevételt szerezni. Februárban farsangibát csináltunk, ahol a felnőtteknek be kell öltözni, természetesen díjazzuk az ötletesebb jelmezetet, tehát februárban ezzel próbáltunk meg valamilyen kis bevételforrás szerezni, majd következett a gyereknap. Hát az idei gyereknap, én úgy gondolom, hogy az eddigi 2007-től folyamatosan szervezett gyereknap közül az egyik legjobban sikerült. Volt nekünk mentős bemutató, tűzoltók, hagyták a gyerekeket vacsolni, ugrálóvártól kezdve mindenféle fajta bemutatót sikerült tartanunk, pontban is sikerült elhívni a rendezvényünkre, nagy sikere volt. Én úgy gondolom, nagyon közvetlen volt a fiatalokkal, nem is tettük az internetre, hogy lássák, hogy milyen nagy sikere volt a gyerekek között. Kellemesen csalódtunk benne, tehát semmi sztáraról, nagyon paszport, örültünk neki. Utána természetesen jöttek a különböző rendezvények, programok. A születi felvonulás előtt mi elmentünk Táborfalvára, mert a tavalyi évben sokan átjöttek hozzánk, emelve elvonulott a mi születi felvonulásunknak a fényét. Mi is tiszteletünket tettünk, nagyon klassz volt, más, mint a miénk. A miénk, ugye mindenki tudja, hogy teljesen másfajta elrendezésben történik. Mindenkinek köszönjük, aki valamilyen módon hozzájárult a születi felvonulás sokan a römés bár sikeréhez. Nagyon sokan készítettek szalvebámukat. Csertnekiben nagy összefogás volt, nagyon remek kompozíciót csináltak, valamint a másik nagyon remek, akik osztott első díjat kaptak, a Fischer Füzép előtti kompozíció, tehát a Csertnekiben készített kompozíció és a Fischer Füzépes kompozíció. Reméljük, hogy jövőre is ilyen sikere lesz majd, és mindenki ilyen szép bámukat fog kihelyezni a portálja a háza elé. A születi bál is lezajlott, kicsit győzött az X-faktor, de reméljük, hogy a következő bál nem lesz X-faktor, és minél többen jönnek el természetesen egy jótékonysági bálunkra. Jött ugye a Mikulás, nagyon sokan vásároltak támogatójegyet, mindenkit nem lehet meg említeni, nincs rá hely, nincs rá idő, de nagyon szépen köszönjük mindenkinek a támogatójegy vásárlását. Elértük azt, hogy annyi csomagunk maradt, hogy egyik nagy régi vágyunk teljesült, a valami csomaggal meglátogattuk a Szemlén Tóni Ferenc Kórház gyermekosztályát, és ott a lábadozó gyerekeknek tudtunk Mikulás csomagot adni. Természetesen Manó Krampuszok és a Lapi Mikulás ment el, tehát
nagy öröm volt az a gyerekeknek, és természetesen is azoknak, akik közülünk részt tudtak benne lenni, mert sajnos nem mindegyikünk tudott részt venni benne minden programunkra, aki tudjon el. Tehát mégis a csapatmunka, de nem mindenki ér minden rendezvényen rá. Sikerült eljutnunk idén, igazgató megengedte, hogy mi a gyukát a kisorolányunkat a gyerekeknek, valamint az óvodában és az aktív Mikulás volt a kampuszaival és a memoriban. Időközben egy olyan kezdeményezésbe is elfogtunk a Mikulás tájékán, hogy kupakot gyűjtünk, a szokásos, üdítő, sásványvizes kupakot, ezt már biztos mindenki hallotta, országban több helyen volt meg a gyűjtés. Úgy gondoltuk, ez nem egy nagy áldozat, így is szelektíven gyűjtjük a hulladékot, legalábbis reméljük, hogy mindenki szelektíven gyűjti a hulladékot, és ezért a kupakokat gyűjtjük, ami remélem, hogy annyit össze tudunk gyűjteni, hogy 100 000 forintot kapjuk érte, és ez a kupak gyűjtési akció jövőre is tart egész évben, gyereknapra szeretnénk belőle majd valamilyen programot természetesen a kupakból. Kérek mindenkit, aki most hajlan gyűjtse a kupakot, és bármelyik aktív szülőnök reagálhatja ezt, és gyűjtjük továbbra is. Tehát meg volt nekünk a születkiválunk is, és jött a Betlehem a Mikulás után, hát itt vagyunk ismét a Betlehemnél. Volt egy kis problémánk, megszoktuk már ugye a nagy karácsonyi fát a nagy fénnyel, sajnos nem sikerült már januárban sem nem előkosadás kocsit szereznünk, hogy a fát ne szedjük a részeket, valamint a tavaly vásárolt 100 méteres piros fényforrást, ez most mind fönn van a fán, továbbra is, de a fényeket nem sikerült elindítani, tehát az tönkre ment, ezért úgy döntöttünk, hogy egy pici karácsonyfát csinálunk, fogjuk a vásárra, most egy kis karácsonyfánk van itt bent a Betlehemben, ez is egy kicsit újdonság, reméljük, hogy tetszeni fog, valamint újdonság, hogy a színpadot felállítjuk, többre fénycsöveztünk, és a berceriakat fognak majd fölépni, reméljük, hogy nagy sikerrel. Én most megkérek mindenkit, mert már szerintem nagyon fázott a pici, hogy fáradjunk át a színpadhoz, nézzük meg a harmadik A-osztály műsorát, valamint a táncolótalpak műsorát, majd a végén pedig a lángolagot produkcióját. Köszönöm szépen!
perccel jöttünk. Harmadikások vagyunk. Fogadják sok szeretettel a műsorunkat. Csörömpő! Ír ott a kis angyal. Ott meg a mama. Jó, maradj! Hát a várjunk. Az meg nem volt egy. Csak nem 2000 évvel ezelőtt Palesztina nevű keleti országban, Názáret falujában élt egy lány. Mária volt a neve. Szépségéről és jóságáról még a szomszédos falvakban is beszéltek. Nem csoda hát, hogy hamarosan kérője is akadt. Egy József nevű dolgos ácsmester, aki aztán el is jegyezte őt. Mindketten Dávid király családjából származtak. Egy napon Gábriel arkangyal szólt Máriához. Üdvözlégy, Mária! Ne félj, kegyelmet nyertél Istennél. Édesanyja leszel. Fiat fog születni, akit Jézusnak nevezel majd. Hatalmas lesz ő, és övé lesz Dávid király széke. Mindörökké uralkodni fog. Szent gyermeked Isten fia lesz. Az Úr szolgáló lánya vagyok, történjék velem szavaid szerint. Később az angyal József álmában is megjelent. József, Dávid utoda, ne félj magadhoz venni Máriát, vedd feleségül. Ő a Szentlélektől fogad meg, és fiút szül majd. De nevezd el a gyermeket Jézusnak, azaz megváltónak. Ő majd megszabadítja népét a bűneitől. Úgy legyen. Néhány hónappal később Augustus római császár népszámlálást rendelt el birodalmában. Mária, indulnunk kell. Mindenkit ott írnak össze, ahol született. Így hát nekünk is Názáretből Betlehembe, Dávid szülőfaljába kell mennünk. Négy napi úton előttünk, az angyal majd vigyázz rá. Meg. Hola pásztorok, minden Betlehembe csordát őriznek, éjjel a mezőben, csordát őriznek, éjjel a mezőben, Isten angyali jövének melléjük, nagy félelemmel, terék meg ő szívük, nagy félelemmel, terék meg ő szívük. Pásztorok, örömhírt mondok nektek, megszületett a gyermek, a mi üdvözítőnk. Menjetek Betlehembe, egy istállóban beprólyát csecsemőt találtuk a nyakarján. Ő a megváltó. Az angyal énekel, tekints az égre fel, napvilágos lett az ég, meghasadt az ég, és a második személy most a föld lelép, mézet ont az ég, mézet ont az ég. Ne féljetek, pásztorok, ti Isten félőjámból lelkek,
Ezen a csodálatos éjszakán valóra vált a régi álom, beteljesült az ígéret. Világra jött a nagyon vált gyermek, Messiás, imádása jeltek. Induljunk el, rögvest az éjszakát, a csillag majd vezet minket. Pásztorok, eljünk fel, hamar induljunk el, Betlehem városába, rongyos istálócskába, siessünk, ne késsünk, hogy még ezen él odaérhessünk, mi úrunknak tiszteletet tehessünk. Pásztorok, pásztorok örvendezve, sietnek Jézushoz Betlehembe, köszöntést mondanak a kis tettnek. Kiváltságot hozott az embernek, angyalok szózata minket is hív. Értse meg ezt, tehát minden hűszív, a kisded Jézuskát mi is áldjuk, mint a hippásztorok magasztaljuk. Három pásztor vígan szól, hitekint a jászolból, boldog asszony, egy szülött szemfia, üdvözd légy, Szűz Mária! Fel nagy örömre ma született, aki utána a földre fedett, Mária karján égi a lény, isteni kisdet szűznek ölén. Egyszerű pásztor, jöjj közelebb, nézd a te édes istenedet. Nem ragyogó fény közt nyugoszik, vásonyos ágya nincs neki itt, csak ez a szalma koldusi hely, rá meleget a pára lehet. Egyszerű pásztor, téltetlen állj, mert ez a földiségi király. Drága édes üdvözítőnk, ahogy az angyal jövendőlte, úgy jöttél közénk a földre. Üdvözl légy, te tisztaságos, szelítséged, mosolygásod a szívünkbe zárjuk. Jó pásztorok, köszönöm! Ha máskor is jönnétek, szentörök, az Úr angyalát kérem, ő áldását pásztorokra és mindnyájukra. Köszönjük, pásztorok! Látom él bennetek a szeretet. Menjetek hát, vigyétek a hírt, s őrizzétek a lángot, mert Isten gyermeke gyújtott ma a szívetekben. Gyönyörű, szép, titokzatos ég, égszemű gyermek, csak rózsalevél. Kisdekként az édes út, jászolában megsimult, szent karácsony éjjel. Eközben a napkeleti bölcsek is hírét az Úr Jézus születésének. Felkerekedett hát a három király,
Gáspár meg hát Boldizsár, hogy ők is megláthassák és üdvözöljék a messiást. Útjukon egy lángos csillag vezette őket. Adjon Isten, Jézusunk, Jézusunk, három király mi vagyunk. Lángos csillag átfelettünk, gyalog jöttünk, mert siettünk. Kis juhocska mondta, biztos itt lakik a Jézus Krisztus, mennyhárd királya nevem. Segíts, édes Istenem! Isten fia, jó napot, nem vagyunk, mint én papok. Úgy hallottuk, megszülettél, szegény király lettél. Benéztünk hát kicsit hozzád, üdvösségünk égi ország. Gáspár volnék a féle földi király személye. Adjon Isten megváltó, megváltó, jöttünk meleg országból. Főtt kolbászunk minden fogyott, fél csizmánk is megrudott. Hoztunk aranyat, hat varika, tömérvelem, megész vas kazikkal. Én vagyok a Boldizsár, a kis szerencsém. Pirul Mária, Mária, boldogságos kis mamá, hullan könny ez a forrámát, alig látja Jézuskáját. A sok pásztor, mint muzsikát, meg is kéne szoptatni már. Kedves három királyok, jó éjszakát kívánok! Jó éjszakát kívánok! Thank you.
Thank you.
memória. Yeah.